Üdvözletem, flaszterezünk még hozzá Tresó Tiborral, az N1 TV szerkesztő műsorvezetőjével. Szervusz, köszönöm a meghívást. És Tompos Ádám kollégával, a világ legjobb riporterével. Ha erre nem voltál felkészül. Köszönöm szépen, jó estét, sziasztok. Második legjobb riporter. Na, jut eszembe, van egy friss hír, láttátok az OECD-s felmérést, ugye megint megnézték. Úgy jelentés? Igen. Hát, hogy a magyar diákok kompetenciája. Teljesen friss, nem láttátok, én is most, hogy jöttem, és konyomkorát a levegőt. Hát sikerült megint egy kicsit alulmúlnunk az OECD átlagot. Tehát a 10-en nem tudom hány éve tartó oktatási reform az. Igen. És akkor most valami, tehát még nem nyilatkoznak, még nem reagáltak, mert túl friss a dolog, majd úgyis megtalálják, hogy igazából miért jó, hogyha mi nem teljesítjük az átlagot, az miért sikertörténet, mert megtalálják azt a számot. De valami ilyesmit pedzégetnek, hogy hát az online oktatás hatásai, ami egyrészt az is sikertörténet volt, úgy emlékszem, igen, úgy lett eladva, hogy ennél fantasztikusabban sehol senkinek nem ment. Másrészt meg hát úgy, mintha világjárvány lett volna. Tehát hogy ez igen, nem csak ez az egész világon volt digitális oktatás, másrészt valóban Kásler Miklós elmagyarázta, hogy ezt tulajdonképpen még élvezték is az emberek. Én mondjuk egészen mást hallottam, de egyáltalán nem csodálkozunk. Tehát... Na, de nem akarok belezavarni titeket ebben, mert nem tett friss a dolog. Nem, de picit ez olyan egyébként, bocsánat, mint a felminősítés, leminősítés esete, ugye, hogy amikor leminősítenek, akkor ugye fölről azt halljuk, hogy jaj, nem, hát akkor, jaj, hát ezt nem kell úgy komolyan venni, aha, mert hát ez csak egy ilyen független számodat, mindenki mond, amit akar, és amikor meg felminősít ugyanez a cég, akkor meg, na ugye, na tessék, ők is. Már ők a nyugat is megmondja. Mert ők is megmondták. Hát így kell kormányozni, nem? Tehát minden szituációt meg kell nyerni. És kész. De. Szóval, készült egy felmérés a belügyi és rendvédelmi dolgozókról, ugye azt vizsgálták maga az érdekvédelmi szervezetük, hogy vajon hogy élik meg itt a hétköznapokat, mit terveznek, pályán szeretnének-e maradni. És hát még őket is meglepte az eredmény, mert az jött ki, hogy a belügyi és rendvédelmi dolgozók 70%-a fontolgatja azt, hogy pályát módosítana. És ugye nagyon sok mindenről van szó, maga a bér, azt tudjuk, hogy mennyit keres egy kezdőrendőr, a munkakörülmények, a stressz, az, hogy ugye most már bármikor bárki átvezényelhető, ugye és nem csak a fegyveres erők, hanem ugye szépen kvázi papíron mindenkit fegyveres erővé tettek, tehát a gépíró nőt is át lehet bükkábrányba át lehet helyezni bárhova, és hát meg is történik gyakran, hogy ide-oda rakosgatják az embereket, egy kicsit ott a határvédelmen be kell besegíteni, és a többi, aztán a kafetériát elvették. Tehát, hogy korkedvezményes nyugdíj. Az is megszűnt, igen. A legfontosabb. Ami egyébként azért necces volt, lássuk be annak idején. Miért? Azért, mert például az én fatornyos kis szülővárosomban a 40 éves, vagy mit tudom én, nem, hogy volt, hány év után lett? 40 éves. 42 valahogy így, de igen, 40. Életerős rendőrök röhögve csináltak mellette, tehát leszereltek, és akkor korkedvezményes nyugdíj, és mellette meg melóztak itt-ott-amott, ilyen céget, olyan céget, mit tudom én, ide besegítettek, biztonsági őrt. És az egy kicsit olyan furcsa volt valóban. Hát azért én a stresszfaktort is megnézném, mert nyilván volt egy ilyen szelete is a dolognak, amit te most mondtál, de akár a tűzoltókat megnézed, ugye ők is ide tartoznak, akkor engedményes nyugdíjba, akár a rendőröknél is azért az nem feltétlenül egy ilyen nyugalmas meló volt. Meg az akár napi szinten is, tehát azért, bocsánat, azért ez igénybe tudja venni az embert. De az, oké, csak hogy is mondjam, tehát itt tényleg volt egy olyan, hogy mi azt láttuk magunk körül, aztán lehet, hogy egy nagy marhaság, és most akkor a populista vagyok, mint Orbán Viktor háromszor, de mi azt láttuk magunk körül, hogy alig túl a 40-en életerős, egészséges férfiak még simán melúzhattak volna rendőrként, és jobban is járt volna a közösség, hogyha rendőrként dolgoznak tovább, legalább 10 évet, nem tudom, tök mindegy, valamennyit. Ehelyett meg ilyen-olyan-amolyan magáncégeknél helyezkedtek el. Ugyan, nem ugyanán, de hasonlóan stresszes melóval. Diszkóknál kidobó ember, meg amit tudom, meg a presszó, meg a tudom én. Nem, hát a probléma. Ezért volt egy ilyen a fűnyíró elvvel van, tehát hogy ugye egyrésztről az, hogy igen, ez egy létező jelenség, a másik pedig az, hogy ez már sokszor előkerült ebbe az adásba az én fatornyos kis falumban a tököli börtön, hogy ott is láttunk jó pár olyan figurát, aki irodistaként úgymond be volt öltözve, tehát az állománynak a tagja. És igazából az a vérlázító ebben is, valójában ezt a kis hányadot kellett volna csak kivezetni ebből a sztoriból, hogy mondjuk aki irodista,
az mondjuk nem ehessen már el úgy olyan korkedvezményes nyugdíjba olyan összeggel, mint mondjuk az, aki reggelente drogdílereket kap el, stb. Stb. Tehát, hogy a fűnyírót nem kellett volna jó szokás szerint túltolni, hanem egy kicsit megnézni, hogy hogy is néz ki ez a differenciált szabály is. Mondjuk, hogyha az irodistákra azt mondjuk, hogy már pedig te nem mehetsz el azokat, akik mondjuk ott vannak terepen és nyomják a bittet keményen, ő nekik meg azt mondják, hogy jó, akkor ti elmehettek korkedvezményes nyugdíjba, akkor szerintem semmi probléma nem történik. De egyébként, ha már említetted a menekültválságot és a határra leküldést, ez valóban egy többszörösen nagy probléma. Először is azért, mert nagyon sok olyan rendőrt visznek le a határra, már hogyha egyáltalán még állományban le tudnak vinni valakit, akiket így a családjuktól elszakítanak. Nagyon sok rendőrnek ment így tönkre egyébként a családi élete. Ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy már 2015-ben is, amikor ennek még tényleg tétje volt, hogy levitték a rendőröket, már akkor is olyan ellátásban volt részük, hogy ugye emlékezetes Facebook csoportok alakultak, hogy Süttyomban a rendőri szabályzatot megkerülve kaját csempészenek le a röszkei határa a rendőröknek. Ez volt a rendőrellátós csoport. Zsaruellátó, igen, ez volt. Mai napig létezik ez a csoport. És egyébként az volt a számomra, egyébként ezt ugye Lőrinc Tamás kollégánknak a cikkéről van szó, ez onnan derült ki ez az írás, és az volt az egyik legmegerősítőbb dolog számomra, hogy amúgy is természetesen nem kételkedem benne, hogy igaz ez a cikk, de ahogy a Magyar Nemzet elnevezésű kormánylap megpróbálta ezt cáfolni. Na, az tipikusan az volt, hogy onnantól kezdve mindenkinek gyanús, hogy na, ez színigaz. Tehát egy annyira erőtlen írást tettek közzé, ami egyébként bekerült ebbe a zsaru ellátó csoportba, és bizony-bizony a rendőrök ott nagyon csúnyán körberölgték ezt a Magyar Nemzet névtelen propaganda cikkét. Úgyhogy itt látszik az, hogy ez egy nagyon valós probléma, és én ezt annyival egészíteném ki, hogy van egy másik jelenség is a rendőröknél, mégpedig az, hogy úgy szerelnek le, ezt nevezzük mondjuk kényszerleszerelésnek is, hogy nem beadják a leszerelési kérvényüket, hanem belépnek egy pártba. Ami ugye tilos, teljesen jogosan, tehát egy rendőr azért ne legyen pártag sehol, hogy rúgják őket ki végre, hogy minél gyorsabban szabaduljanak meg a testülettől, mert nem biztos, hogy engedik őket annyira hamar leszerelni, hiszen nagyon nagy hiány van. És még egy dolog, ha már itt börtönöztem, ugye volt már róla szó ugye itt a különböző kártérítési perekről, hogy raboknak fizetnek, meg ugye túl zsúfoltak a börtönök, ugye erre, ha nem lett volna világjárvány, akkor alig, ha nem lehet, hogy a mai napig erre húzzuk ki valami nemzeti konzultációval a közéleti tematikát. És ugye hát szóba került az, hogy 5 kelet-magyarországi börtön meg kellett volna már évek óta építeni, nagyon régóta. És az egyik oka az volt, hogy ez nem épült meg, hogy létezik egy belső felmérés, miszerint ezeken a településeken Ózd volt az egyik, Heves, Békés, 2 Szabolcs-megyei település, hogy olyan nagy a fluktuáció, hogy üzembiztosan nem biztos, hogy meg tudták volna nyitni ezeket a börtönöket, mert hát ide nem csak rabok, hanem konyhások, mindenféle beszállító, kiszállító személyzet jött volna, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mire megnyitják, fölépítik ezeket a börtönöket, megnyitják, 1-2 hónap és csukhatják is be, mert olyan nagy az elvándorlás ezekből az intézményekből. Úgyhogy nem sikerült előrelépni ezen a téren sem. Egy pillanat csak annyit, hogy tehát az a régi ügy, ez a korkedvezményes nyugdíj, meg hogy mit tapasztalt az ember, az egy dolog, meg egy kicsit másik topik. Az, hogy milyen körülmények között dolgoznak a rendőrök, meg a tűzoltók, az egy mostani, tehát az egy jelenlegi is, meg hát már régóta húzódó történet. Ilyen szempontból ez egy tényleg végtelenül szomorú história, és a fluktuáció az egy darab szaloncukor, az pedig tényleg a habatortán, hogy ezzel a több zavarral éljek. Tehát ez valami eszméletlen. Tehát nyilván ugye az állampolgárok egy része nem szereti a rendőröket, valaki életvitelszerűen nem szereti őket. Egy normál állampolgár meg akkor nem szereti őket, hogyha bírságot kap. Teljesen reflexzerű dolog, de úgy általában mindenki azt mondja, hogy persze, vannak, köszönjük szépen, oké. Viszont abban a pillanatban, amikor megkapták ezt az egy darab szaloncukrot, és ugye felszántotta a Facebookot ez a hír, és ez tényleg nem egy fake news volt, tehát abban a pillanatban szerintem egy ország gondolkodott el, hogy az ki, azért... Tehát ez azért kellemetlen. Ez nagyjából olyan egyébként, pedagógusoknál is van ilyen. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy a pedagógusok egyébként évvégén karácsonykor például dőzsölni mennek el mondjuk tantestületileg. Nem, hanem
ott még egy darab szaloncukor sincs, maximum önköltségen beülhetnek valóban megenni egy forralt bort, ha egyáltalán. Igen, és akkor ott van az, hogy a fluktuáció, hát az a, most beszéltem rendőrökkel, és hogy jönnek a fiatalok, és gyakorlatilag szinte mennek is. Tehát amikor kiderül, hogy mennyi pénzért mi a meló, akkor kész. Az hát emlékezzünk, bocsánat, a BV toborzós plakátjaira, ugye budapesti metroállomásokon óriás plakátok voltak kirakva, lebilincselő ajánlat és hasonló frappáns szóviccekkel. Hát annyira nem működött a dolog ezek szerint. Persze, hogy nem. De ezt nem lehet fenntartani így, ezt a rendszert. De nem tudom, hogy nem emlékszem pontosan, de én, amikor fiatal újságíró voltam, akkor például a rendőrnek bekerülni még kiváltság volt. Tehát mindenféle nagyon komoly izék voltak, ilyen feltételek, olyan, nem tudom. Hogy nem? Csomó ismerősen próbált rendőr lenni, és nem sikerült neki. Hát meg úgy volt, hogy pályát láttak benne. Most mi van? Hát most egy ilyen 3 hónapos gyors talpaló van. Bárki lehet rendőr. És úgy volt kafetéria, hogy még azt sem tudtuk, hogy ez a szó egyáltalán létezik. Tehát úgy voltak ilyen fizetésen túli extra juttatások. Igen. Igen, de egyébként a körülményekre visszatérve, ez is egy 3 évvel ezelőtti személyes történet, és alig hiszem, hogy egyébként pozitív irányba változott volna. De tanúként hallgattak meg a Gyorskocsi utcába, tehát tanúként, leszögezném. És nagyon-nagyon sokáig tartott a meghallgatás, holott nem sok mondandóm volt az üggyel kapcsolatban, és úgy tényleg 2,5 órán keresztül tartott ez az egész, és akkor egyszer csak így a hadnagy kisasszony így megszólalt, hogy elnézést, hogy így rabolom az idejét, de folyton lefogy a robotzsaru. Robotzsaru az a rendőrségnek a programja, már ez is egy röhely egyébként, hogy ezt így hívják, és így odafordította a gépet, és egy ilyen, hát nem mondom, hogy DOS alapú, de egy C64-nél nem sokkal komolyabb program futott a rendőrség gépén, és akkor és én közben... És az volt, hogy go to 10. Majdnem, és akkor közben én itt nézegettem, és tényleg ilyen máló falak, meg hulló vakolat, tehát ilyenek voltak a rendőrségen, és nem hinném, mondom, hogy ez pozitív irányba változott a elmúlt 3 évben. Én úgy hallottam, hogy nem. Tehát, hogy pont maradtak ezek a régi úcska számítógépek, a munkakörülmények ugyanazok a vacakok. A pénz az dudni. Visszaveri a DOSZ támadást, figyelj. Hát vagy nem. Vagy nem. Mint hogy láttuk az elmúlt napokban. Én német anyanyelvű operációs rendszeren tanultam még a főiskolán nagygépes programozás, de semmi nem emlékszem belőle, csak azt, hogy mindig azt írtak ki, ez a rohadék gép, egy nap után körülbelül, amikor beküldted a izét, és egy napot kellett várni, hogy visszajön a izét, Curik Cundosz, ez volt egy rohadnál meg. Na, hogy 2020-ban 13 000 fővel csökkent Budapest lakossága, de hogy a nagyvárosokban is megfigyelhető ez a tendencia, és ugye szakemberek azt mondják, hogy nem a koronavírus okozta ezt a költözési hullámot, hanem Budapestnek a lakossága már 5. éve csökken, az agglomeráció megértelemszerűen nő. Tehát vannak itt ilyen népszerű városok, Budapest, vagy települések, meg városok is, ahova szeretnek kiköltözni az emberek. És azon gondolkodtam, hogy mintha egyszer lett volna már egy ilyen kiköltözési hullám, aminek aztán visszaköltözési hullám lett a vége. Volt visszaköltözési hullám? Volt. Én úgy emlékszem, hogy volt olyan, hogy nagy számban kezdtek el Budapestről elmenni az emberek megtették, és akkor kiderült, hogy ezek az új építésű lakóparkok ott ilyen-olyan kis hangulatos falu mellett, ott nincs bolt, meg macerás, meg nem tudom, a közmű az van, de hogy az utak is, nem tudom, és akkor egy időben volt egy kis visszatelepülés, de hogy megindult a kifelé áramlás. Ez ilyen jó-jószerű egyébként, tehát hogy mindig más részét veszük észre a folyamatok, meg nyilvánvalóan nem ugyanazok az emberek költöznek vissza. Az egészen biztos, hogy nem a koronavírus az oka ennek, mert 1-2 évvel ezelőtt, amikor tényleg még fogalmunk nem volt róla, hogy koronavírus lesz, akkor jelent meg egy MTA tanulmány, ami többek között arra keresett választ, hogy ha mondjuk 8,5 millióan leszünk már az országban a jelenlegi tendencia szerint, akkor hogyan fog, ez olyan 2030 volt azt hiszem, amit prognosztizált dátumot, akkor hogyan fog város-falu viszonylatban eloszlatni. És egy nagyon ijesztő, már-már Mad Max-es kép rajzolódott ki, hogy lesznek majd kvázi városállamok, és gyakorlatilag Budapest ezekkel az agglomerációs településekkel gyakorlatilag egy ilyen hatalmas nagy amőbává így egyben ő majd, és megyeközpontok persze nyilván megerősödnek, már amelyik meg tud, és közben a kettő között a falvak azok pedig brutálisan elnéptelenednek majd. Ugye volt Lázár Jánosnak egy ilyen, hát ő is vészjóslónak szánta, de ebben az egyben egyébként én még egyet is értek vele valamelyest, hogy 10 éven belül 600 magyar kistelepülés
fenyeget az a veszély, hogy elnéptelenedik. Ez egyáltalán hát, nem. De ezt látjuk, amikor jövünk, megyünk, nem? Elég sűrűn látjuk, kis falak, igen. Az... És egyébként ez is valahol ennek a... Tehát az, amit mi fluktuációként látunk, és hogy egyszer azt látjuk, hogy megnő a városba érkezettek száma, máskor meg azt látjuk, hogy nő a kiköltözöttek száma. Ezek szerintem folyamatos dolgok, csak néha ilyen kampányszerűen, néha az egyik fogja legyűrni a másikat, néha a másik lesz majd több, mint az előző. Tehát ugyanúgy az folyamatos, hogy látni, hogy költöznek ki. Hát ugye Dunakeszi, Érd, Tökölön, ahol szüleim laknak, Szigetszentmiklóson, ezek gyakorlatilag már ilyen így egybe vannak uh-huh. nőve. Uh-huh. Tehát például Szigetszentmiklósról vagy Csepelről, hogyha kijössz, ott van áthúzva egy Csepel tábla, és gyakorlatilag nincs hely. Ez nagyon sok van, ez a vége eleje. Igen, vége eleje. Teljesen együtt vannak ugyanaz a táblák. Ugyanaz van. Az más kérdés, hogy egy egészen másfajta lakosság költözik ide-oda, és ami egyébként nagyon veszélyes szerintem, hogy nagyon sok helyen látni azt, hogy a falvak, azok gyakorlatilag elfekvők lesznek. Tehát ha kis túlzással mondva, ami Dunától keletre van, az kihaló, ami Dunától nyugatra van, az nyaraló. Tehát hogy a falunak nincs meg a funkciója körülbelül így a mai magyar gazdaságban és szociokultúrában. Egyszerűen így nem tudnak vele mit kezdeni. És ezek szerintem ilyen folyamatos tendenciák, amik ismétlem így mennek szépen sorba, és aztán néha az egyik fölül hullámozza a másikat. Nézzetek, hogy jobban megnézzük, ugye az agglomerációs kitelepülést azért jobban megpörgette ugye a csok is, mint olyan 2016-tól. És hát, hogyha az építőipar szempontjából nézzük meg az egészet, akkor lehet, hogy sokkal egyszerűbb egyébként egy ikerház sort felhúzni, mert abból nagyobbat kasszál az illető egy telken, mint hogy egy darab házat felépítsen. És ugye ezzel is azért sokkal sűrűbb az agglomerációs kiköltözés, mert jóval több családot tudsz kitelepíteni, stb. A másik nagy probléma egyébként ezzel az, hogy maguk az nevezett befogadó települések nem tudnak ezzel lépést tartani infrastruktúrálisan. Szerintem ezért volt az a korábbi visszatelepülés, mert hogy nem volt elég ovi, nem volt elég bölcsi, nem volt hát, elég bolt. Nekem van olyan ismerősöm, aki kiköltözött boldogan, ház, minden, és mondta, hogy fél év után konkrétan ők visszamenekültek a fővárosba. Ez sem egy általános tendencia, de ők azt mondták, hogy hát nekik nem volt jó az óvoda, nekik csomó minden, van ilyen. Ez teljesen elfogadható dolog. Én azt gondolom, hogy az, aki agglomerációba költözik ki, az számoljon azzal, hogy egyrészt többet fizet benzinre, hogyha ingázik a fővárosba. Valószínűleg, hogy nem lesz a szájában mondjuk 3-4 hipermarket, hogyha kiteszi a lábát az ajtón. Megvan ez a hátránya. Az előnye pedig tényleg az, hogy zöldövezet, nyugalom adott esetben, de számít az, hogy van olyan délpesti régió, ahol gyakorlatilag már az ipar területeket építik be. Ez például a Becsésnek egy része, ami Budapesten majdnem, illetve egy részén ugye össze is ér, de van olyan része, ahol egyébként nem. De visszakanyarodva a településekre, például oké, kiköltözik mondjuk 60-80 család, házakat vesznek, pörgetik ugye az építőipart és a többi, akár még a helyi kereskedelmet is pörgetik. Ennek a 60-80 családnak a gyermekeit ugye el kell helyezni óvodába, iskolába. Nem tudsz ugyanúgy gombamód bölcsödét, óvodát építeni, bármennyire is hangoztató ugye egy időben ezt igen, a kormány, hogy hát bölcsödet programolva. Igen, de én csak szerintem ez a múlt. Tehát, hogy én erre gondoltam, hogy nekem ez van a fejemben, hogy ez volt ez az első visszaköltözési hullám, de hogy most én azt látom, hogyha ugye, ahogy az ember járja az országot, Budapestről el kell hagyni Budapestet valamilyen irányba. Kicsit. És én azt látom, akkor a nagy bölcsességet sikerült megfogalmazni, hogy bármerre indulok, és itt vannak ezek a nagyon közeli, ugye, amik tapadnak Budapestre, ugye azok népszerűek értelemszerűen, főleg ahol még kötött pályás közlekedés is van, hogy most már minden van. Tehát, hogy most már ezek ilyen menő kisvárosokká kezdenek válni sok helyen, ezek a kis települések. Helyek közben. Hogy az a probléma, amit mondasz, hogy az inkább már a múlt. Én úgy veszem észre, hogy azért is mernek most már még többen. Az egyik, a másik meg az, hogy ha valakinek van Budán, vagy a belvárosban, vagy mindegy bárhol, de mondjuk a Budán jó helyen, vagy a belvárosban egy jó helyen egy háromszobás, 80-100 négyzetméteres lakása, azt olyan áron tudja most eladni, hogy abból egyébként veszik is, tehát azok, akik a fővárosból kiköltöznek, nyilván ugye nem üresen hagyják ott a lakótelepi lakást, vagy ahonnan ők eljönnek, ha éppen ugye saját ingatlanból költöznek el, tehát ezeket vásárolják. Tehát nem is tudom, mikor jött az a hír, hogy
Kínaiak, tudom, ötössével vásárolnak például lakótelepen lakásokat. Uh-huh. Tehát volt egy ilyen hír is, én nem sajnálom tőlük egyébként, de nyilván ugye nekik nincs lakcímkártyájuk, és valószínűleg, hogy a fővárosi hivatalos népesedésfogyás is ennek a számlájára írható adott esetben. Ezek az emberek ugye nem eltűntek, akkor a rasszista vicc jutott eszembe, bocsánat, hogy csak műsor után fogom elmondani. Képzeljük el, hogy mi lett volna ezzel a folyamattal mondjuk, hogyha nem parancsolnak megállt ennek a remek bérlakás programnak, hogy akkor hogy felkavarodott volna ez az állóvíz. Ja, az önkormányzati? Igen. Így szerencsésen csak a várbéliek. Így a vár lesz a NER agglomerációja körülbelül. Igen. És az is vicc egyébként, hogy ennek örülnünk kell. Hogy nem egy újabb ezermilliárdos csomagot vernek dobra, hanem jó, megúsztuk a világörökségi részt. Ez mekkora beismerés volt most, nem? Tehát ez, hogy csak a várra írnak egy törvény, basszus. Igen. Hát meg lesz egy saját Vatikánon, gyerekek. Tényleg. Meg milyen szépen vissza lehet forgatni, tehát Böröcnek a korábbi kampány szlogenjeit, amiket mondott, hogy igenis a baloldal meg akarja akadályozni, hogy az emberek olcsón megkapják a bérlakást, hogy a Fidesz ezt megadta volna. Hello, akkor most ti akadályoztátok meg. Uh-huh. Tehát ez is egy annyira kommunikációs majomcsapda egyébként, akárhogy vesszük, bármikor azért azt hozzá kell tenni, ugye a fiúk mindenből azért megpróbálnak úgy kioldalazni, hogy rá tudják mutatni ugye az ellenzékre, hogy tessék, hát ezt ők megakadályozzák. Miközben meg ugye teljesen fair, hogy nem tudom, melyikőtök rendelkezik rajtam kívül itt lakáshitellel, mondjuk egy ilyen 10-20-30 évre eladósodva. Azért vagyunk jó páron, most akkor nézzük azt, hogy hát akkor, vagy néztük volna végig, hogy más megfélereket megkap lakásokat. Már de bocsánat, hát akkor végignézhet ez majd. Hát... Az a baj, hogy Kona Péternek volt egy nagyon jó kis rövid bejegyzése a Facebookon, nem tudom szó szerint idézni, mert ilyesmi volt, hogy bemegy a csóka, hogy szeretné megvenni az önkormányzati ingatlant, és ránéz a ügyintézés, mondja, hát önnek nem lehet, és ez honnan tudja, mi nem is beszéltünk a feltételekről, mert hogy nincs rajta név szerint a listán. Tehát, hogy, igen. És azért ebben van valami, nem? Tehát, hogy ebben azt is, tehát hogy tényleg ilyen csókos NER figurákra írni törvényt, azért ez már... Egy ideje tart ez a tendencia. Jó, csak ez most már ilyen piti, nem? Mármint maga, ami a végeredmény. Az nem lett volna piti, hogyha szétverik az egész önkormányzati lakásrendszert, azért abban lett volna tempó. Emlékezzünk rá, hogy egy évvel ezelőtt, ugye az, tehát tényleg hihetetlenül történelmről beszélünk, hogy az első Covid hullám idején ugye előrukkoltak egy olyan úgynevezett semmilyen törvénnyel, amit ugye valamelyik évfél tájt akartak bedobni, hogy hát minden önkormányzat élére oda raktak volna egy kvázi pártitkárt a megyei központból, és egy filctól beszerzésre is az ő szignója kellett volna. Tehát magyarul gyámság alá helyezték volna a teljes magyar önkormányzatot, mint olyat. Ugye ez azért kiszivárgott, ne felejtsük el, és gyakorlatilag másfél nap alatt ugye ezt vissza is mondták. Ezt az egészet, ugye ez tematizálta a közéletet, a sajtót, és a hétköznapi emberekhez is azért eljutott ez a hír. Hogy hello, lehet, hogy lebénulhat az ország. Igen, és itt is azért, amikor fideszes politikusok nyilvánosan mondják azt, hogy ez egy marhaság. Igen. Olyan ötletre, hát Böröcz Lászlónak valószínűleg ez nem a saját ötlete volt, hanem súgtak neki ugyanúgy, ahogy Semjén Zsolt kedvéért. Sorolj fel három Böröcz ötletet. Igen, nehéz lenne, úgyhogy bele sem fogok, ahogy Semjén ötletet is a vadászaton kívül nehezen fogok felsorolni, mert hát élnék a gyanúperrel, hogy Semjén Zsolt az így Orbán Viktornak a közjogi mészáros lőrince, tehát hogy az ő ötleteit valósítja meg alig, hanem. Tehát, hogy valószínűleg ez egy nagyon nagy központi trúváj lett volna, és akkor látták, hogy annyira nem jó ötlet. Tehát amikor már tényleg Győrben is, 16. kerületben is mondják az elvtársak, hogy nem lenne jó, és ami ugye a Fideszben a fő bűn, hogy nyilvánosan, na akkor már mondták, hogy akkor inkább talán mégse kéne gyerekek. Picibe ez olyan, mint amikor látsz az eBay-en egy nagyon jó ilyen Hawaii inget, nagyon jó, de jó, ez meg kéne venni, megrendeled, megjön, és akkor fölveszed, odaállsz a tükörbe, és nem. Talán nem az igazi. És a Wish-ről jött, nem az eBay-ről. Láttátok a Szlávik János reklámot? Mármint, hogy nem magát reklámozta, hanem ugye egy... Én végignéztem. Egy hotelt, nem nevezzük, azért sem nevezzük meg a hotelt.
Nem tudom, ez nekem kínos volt, nem? Ugye arról van szó, hogy Szlávik János, aki itt az elmúlt évben az ország legismertebb talán infektológusa lett, kiállt egy hotel elé, egy borzalmasan primitív, még az én videónál is rosszabb minőségi felvételen, és azt mondta, hogy higgyenek, neki elhihetik, hogy aki ebbe a hotelba jön megszállni vendégként, az biztos, hogy ezért. Hogy biztonságos, vírusmentes övezetbe fog érkezni. És néztem ezt az egészet, és nem tudtam hova tenni, hogy nekem ez már nem volt mint egy kicsit, mint egy Kusturica film. Tehát, hogy ez nekem ez ilyen Balkán volt már. Bár nem tudom, most a Balkán hol tart, lehet, hogy előrébb. Hogy az az ember, akiről, vagy tudom, két évvel ezelőtt azt se tudtuk, hogy ki ő. És ez nem baj, szerintem. Tehát, hogy az ember nem tudja, hogy ki az országnak az egyik ilyen fontos egészségügyi ember, az nem olyan nagy probléma, az azt jelenti, hogy nincs nagy probléma. De most ugye jött ez, és akkor hogy ő erre a hullámra szó szerint is felül, és meglovagolja is, és reklámoz valamit. Modern idők, hát egy influencerkedék. Kérdés, hogy miért nem volt mellette, egyébként ő tényleg jó szakember. Tehát, hogyha megnézzük, nyilván ugye, aki az elmúlt egy-másfél év őrületét végigélte Covid hírügyileg, az ugye nyilván azért Szlávik doktorra azért odafigyelt. De pont ezért kívül. És hogy pont ezért, és ugye ennek a másik oldala, hogy azért könyörgöm, azért ez nem egy Instagram celeb a doktor úr, hogy kiáll oda, és legalább megcsinálták volna szépen. Elhívták valamelyik ezt a stábot, akivel mi is dolgozunk, kapott volna egy mikrofont, vagy szóval valami, és akkor... és, de tényleg, tehát jó, de a szakmázás félretéve tényleg, tehát mi van akkor, hogyha valaki oda megy, és mondjuk valami véletlen oknál folytán ebben a szállodában elkap egy körömgombát. Elkap egy influenza vírust, vagy ne adj Isten, covidos lesz, és ott jön ki. Akkor beperelheti mondjuk Szlávik doktort? Mert ő ajánlotta ezt, lehet, hogy írják nekem, ez tök jó. Tehát ez nem olyan, mint amikor Györfi Pali kifut a Margit szigetre, mert rendszeresen ott kocog, és akkor látom a szelfieit. Tehát ez már nagyon nem, ugye oké, biznisz van benne, nyilván készpénzt fogadott elérte, semmi gond. De Györfi Pali is benne van most már a reklámbizniszben. Egyrészt Györfi Pál is reklámozott tavaly az első hullám után hotelt. Annyi a különbség, hogy az jól meg volt vágva, és szépen föl volt véve. Én abban látom ennek egyébként az aggodalmas mi volt át ebben a szereplésben, hogy most márciusban aláírtak egy törvényt, ami ugye nagyon sok orvosnak lehetetlenné teszi a másodállás vállalását. Amivel gyakorlatilag egyrésztről egy csomó pénzt kivesznek az orvosok zsebéből, ez nem feltétlen baj, mert ugye orvosbárók igenis léteznek. Másrésztről viszont elég konkrétan veszélyezteti a magyar egészségügyet, hiszen az ő önkizsákmányolásukra épül gyakorlatilag az egészségügyi rendszer. És ehhez képest, tehát van egy nagyon szigorú SMS-ük gyakorlatilag az orvosoknak. Ebbe hogy a bánatba fér bele az, hogy valaki elmegy fusizni szállodát reklámozni? Lehet, hogy ő nem írta alá? Hát szomorú. De most komolyra fordítva, tehát hogy érted? Tehát, hogy az egyik dokinak csak azért, mert ő főorvos megismert, ő elmehet fusiba ilyen Kusturica szálloda reklámokba, a másik orvosnak pedig, aki egyébként mondjuk elég komoly dolgok múlnának a munkáján, ő nem mehet el még rendelőbe dolgozni. Ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy az ilyen nagy exponálással és nagy nyilatkozatokkal és szereplésekkel az a bajom, hogy állati jó, hogy Szlávik doktor így szerepel, meg hogy így parádézik, de azért könyörgöm neked, milyen hidegháborús, konspiratív körülmények között kellett elkészíteni a COVID-osztályos riportodat, hogy ne rúgják ki azokat a dolgozókat, meg hogy ne jöjjenek rá, és akkor még szerencsétleneknek nekik volt lelkiismeret furdalásuk, amiért a szakmájukról hitelesen beszámolnak. És akkor ezek után, tudom, hogy nagyon más liga a kettő, de ez szerintem állati felháborító. Hát ebben nem is gondoltam bele, de végtelen. Tehát minden ízében kínos és felháborító, igen. Hogy alá van aláíratnak ezekkel az emberekkel gyakorlatilag egy olyan szerződést, ami kis túlzással arról szól, hogy befogod a pofád. Tehát valami hasonló jelleggel. Mindjárt visszaadom a szót, csak hogy ezt már vagy kétszer elmondtuk, de szerintem ezt nem lehet elégszer elmondani. Ugye akivel én beszéltem, az a szakápolós, tehát akkor megmutatta a szerződését, és az volt benne, nem lesz szó szerint, mert már eltelt egy kis idő, hogy ő, mint szakápoló, nem beszélhet a nyilvánosság előtt semmiről, amit a kórház vezetése fontosnak ítél, és olyanról se, amiről neki szakápolóként fel kellett volna ismernie,
hogy az az igazgatóság szempontjából fontos. Tehát nem beszélhet semmiről, lefordítom. Nem beszélhet semmiről, nem beszélhet semmiről. Igen. Én felröhögtem kínomba. Tehát ez a nem beszélhetsz olyanról, amit neked a státuszodnál fogva fel kellett volna ismerned, hogy a főnöködnek fontos. Az gyönyörű, ez a mindennek a megjogászkodott leírása tulajdonképpen. Na bocsánat, csak... Igen, és még annyi, hogy ugyancsak azt hiszem az első hullám, de lehet, hogy a két hullám között történt meg, hogy volt egy ilyen rócsó, amiben mind Györfi Pál, mint ha jól emlékszem, Szlávik doktor benne volt, hogy tulajdonképpen akkor, amikor kvázi gyülekezési tilalom volt, akkor pár százezer forintért meg lehetett rendelni, hogy ők előadást tartanak egy műfázban a Covid veszélyeiről. Most ugye ez is legalább ennyire abszurd, hogy tehát összegyűlünk és elmagyarázunk, hogy nagyon veszélyes ám összegyűlni. Tehát ezen libbenjünk túl. De itt is benne van az, hogy igen, van egy állami alkalmazott, illetve kettő, akik tulajdonképpen profitot keresnek. Tehát nagyon szép coming out, mert a magyar egészségügy az tulajdonképpen erre a modellre épít, hogy persze fizeted az adódat, de ha valamit szeretnél elérni, akkor még leszel szíves zsebbe is. Tehát egy ilyen kvázi spontán privatizációt még rá kell dobni erre a történetre. De ez is már így benne volt, tehát ez is egyfajta előképe ennek a Sufni Tuning hotel videós történetnek. Élvezem minden percét ennek a videónak, szerintem a forrótás végén le fogom játszani még egyszer, szerintem mindenki előtt, de tényleg végszavazni lehet csak, mert igazából kibeszéltük ezt a témát. Jó, tehát akkor... kérdés az, hogy mennyire maradhat hitele Szlávik doktor akkor ezek után. Hát azért nyilván azért panírba forgatják majd a megfelelő médiumokban szegényt ezért a videóért. Kérdés az, hogy mennyire van neki ahhoz média rutinja, hogy azt mondja, hogy gyerekek, nem kéne egy mikrofon, vagy muszáj ezt itt ebben a 120 km/h szélben fölvenni ezt az anyagot? Tehát, hogy oké, hogy nem volt mellett egy média menedzser, de nem. Legközelebb, ha majd Hungest Hotelt fog majd reklámozni, akkor majd figyelni fognak ezekre a kis apróságokra, meg akkor pénz is lesz. Azt egy Greenbox előtt fogja. Annyira szeles volt ez a videó, hogy most már azon gondolkodom, hogy lehet, hogy én így csináltam, csak nem emlékszem rá. No, akkor mi másik videó, Révész Máriusz interjú. Ugye Gulyás Marcinál járt a Partizánban, és hát egy egyórás beszélgetés volt, nem volt rossz szerintem, tehát egy érdekes beszélgetés volt. Rátok bízom, hogy mit emeltek ki ebből. Nekem az integrált oktatásos rész volt most, ami meg a felzárkóztatás, meg a szabadiskola választás, és azért egyébként, na most ez egy ilyen reklám közben, mert hogy a Forgács István és a Vona Gáborral csináltam egy páros interjút, és a Forgács Pista nagyon sok mindent mondott el erről cigányként, hogy ő hogy látja, és mondjuk teljesen szöges ellentétben volt azzal, amit a Révész Máriusz így egy ilyen politikusi karosszékből gondol erről az egészről. Hát legközelebb őket, kettejüket kellene összeültetni. Hogy? Na, mint a Forgácsot, meg a Révész Máriusz? Igen, egy Forgács Máriusz. Hát egy nagyon hangulatos egyetértő beszélgetés. Bocs, Pista. Igen. Nem, tényleg nem a szarkazmus beszél belőlem, csak ez nagyjából az olyan picike ellentét, mint mondjuk ugye a kancellária miniszter sajtótájékoztatója után másnap reggel a Magyar Rádióban előadott Orbán Viktor interjú, és akkor a kettő között azért van némi ellentét, vagy ellentmondás éppenséggel, és nehezen hiszem el, hogy ebben a brutálisan olajozott gépezetben, amit működtetnek lassan, ugye 12 éve, abban nem lehet tudni azt, hogy a miniszterelnök úr mit mond pénteken reggel a rádióban, mondjuk csütörtök délután. Tehát itt is szerintem valószínűleg egy ilyen műszaki hibáról lehet szó. Nem tudom. Szerintem a Révész Máriusz végtelenül őszinte volt. Tehát, azt viszont lehet tudni, hogy mit mondott 2007-ben, vagy 2008-ban Révész Máriusz, és ugye oktatási kattanásom lesz nekem is az interjú kapcsán. Ugye ő akkor nagyon-nagyon verte a tamtamot, teljesen jogosan, hogy mennyire rosszak a PISA eredmények. Ugye ez a képességfelmérés. És hát azóta csak rosszabbak lettek, eltelt 12 év, és ez az, amit többször is a Gulyás Márton föltett kérdést, hogy 12 év, sok kétharmad, zéró ellenfél, világgazdasági pénzbőség, hogy nem sikerült gyakorlatilag
képviselni azt a fajta oktatáspolitikát, hogy igenis ebbe az irányba fejlődjünk. És hát nyilvánvalóan a választ azt nem Révész Máriusz adta meg, hanem az életrajza, hogy ő maga ezzel az elmélettel úgy kiszorult a Fidesz oktatás politikájából, hogy még nekem is ennek az interjúnak a kapcsán jutott eszembe, hogy ő régen nem a biciklizésügyi államtitkár volt, hanem mondjuk oktatási ügyekben is viszonylag sűrűn szólalt meg, még amikor ellenzékben volt. Hát nem véletlen, hogy ezért tették ugye be, milyen szabadidős kormánybiztos? Egészen pontosan elnézést. Van egy ilyen egészen lehetetlen titulus, ez a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős államtitkár vagy miniszteri biztos. Teljesen mindegy. Tehát van ez a büfé ruhatár titulusa neki. Egész egyszerűen igen, tehát a Fideszben az van, hogyha valamit képviseltél határozottan ellenzékben, ő mondjuk például mondjuk a szabadságjogokért, lehet, hogy egyébként a hosszabb, vágatlan verzióban az is fölkerült, hogy ő, mint akit ugye elég rendesen megzupálta 2006-ban, és ugye lemártíriuszozta annak idején a baloldal, hogy mondjuk a különböző szabadság... Kunce Gábor, emlékezzenek róla. Hát meg azért utána erre szépen fölcsatlakoztak erre a vonatrapáron, de ő volt, aki elkezdte, így van. Tehát, hogy mondjuk ő az ilyen különböző szabadságjogi dolgokban hogyan látja azt, ami így 11-12 éve zajlik, tehát így gondolok például így a kínai tüntetéseken az elvitt tibeti, meg buddhista tüntetőkre, stb. Tehát lehet, hogy ott is feszengett volna egy kicsit a Révész Máriusz. Egy nagyon, nagyon érdekes volt, és hát legalább azt tegyük hozzá, hogy igen, volt annyi vér a pucájában, hogy elmert menni és felelt ezekre a kérdésekre. A legtöbb fideszesnél eleve az ilyen megkeresések spambe vannak állítva. Például a Magyar Hangnak több fideszesnél ugye látjuk, hogy konkrétan egyenesen a spam dobozba mennek a leveleink a Fidesznél, mert hát, hogy nem, tehát mi nem is létezünk. Mázlisták vagytok mi annak idején a Lánchíd Rádióval, mi vissza is pattantunk. Na tessék. Tehát, hogy egyszerűen, tehát, hogy nem tudom, mit írt ki egészen pontosan a rendszer, de valami olyasmit, hogy címzet ismeretlen, vagy hogy nem létezik az e-mail cím. És ezzel a szöveggel pattant vissza minden hivatalos. Kell csinálni ezt spam című újságot. Igen. Nem, tehát komolyra fordítva, tehát az, hogy ő elment és egyáltalán reflektált ezekre a problémákra, lehet, hogy ő is szőnyeg szélén fog majd állni a Lendvai utcába, hogy merészelt. Tehát egyébként nagyon szép... Bocsánat, gondoljátok, hogy ez nem volt központosította megbeszélve, hogy ki, akkor ő mehet. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nagyon őszintének tűnt ez az interjú, ez nem, a beszélgetés. Révész Máriusz szokott egyébként tehát kibeszélni a kánonból viszonylag sűrűn. Fogalmam sincs, hogy ezt ő miért engedheti meg magának, vagy lehet, hogy ez a bizonyos kánon is csak egy ilyen túlkompenzáció a fideszesek részéről, hogy hú, inkább nem mondok semmit. Megfelelési kényszer, és akkor inkább az akkorban maradok. Igen. De. És egyébként, ami még nekem tetszett, ha már mondtad, hogy így lehet válogatni, hogy mi volt a kedvenc, az a vita. Uh-huh. És így gyakorlatilag beismert, amit tudunk nyilván magunktól, hogy majd ha Orbán Viktornak érdeke lesz, akkor vitázik. Igen. És hát most ugye 2008-ban azt hiszem akkor adta Kálmán Olgának az ATV-n az utolsó olyan interjút, ami nem fideszes médium volt, azóta gyakorlatilag csak ilyen odavetett mikrofonba vetett székely viccek és beszólogatások voltak csak. Rendes leülős interjú, az 2007-ben volt utoljára az Indexben, ha jól emlékszem, és ennyi. És az, hogy vita, az pedig 2006-ban volt utoljára. Figyelj, azért ez is gyönyörű. Igen, vita, de erre azt mondják, és megvan ennek a logikája, hogy nézzétek meg ezt a koalíciót, amit most itten szárba kezd szökkenni. Akarjuk, hogy ez a bagáns vezesse az ország? Nem akarjuk. Rossz lenne az ország? Nagyon rossz lenne az országnak. Maradjon a Fidesz? Maradjon a Fidesz. Mit kell azért tennünk, hogy a Fidesz maradjon? Például Orbán Viktor ne adjon interjúkat ellenzéki médiának. Kész. Hatalom gyakorlási szempontból. Ehhez képest meg tőlünk pár száz kilométerre északabbra meg simán megszólalt és beszél dolgokról halál őszintén. Hát pár száz kilométer, ugye? Vagy azt hisszük, hogy őszintén. Az olvasott anyagból ugye az derül ki, hogy azért beszélt olyan dolgokról, ugye ez a szlovák interjúról van szó. Igen. Amit itthon a kormánymédiának nem, mert valószínűleg, hogy ott a törzs közönség nem is értené, hogy mi ez az őszintesség. Másik oldalra meg pláne, hogy nem is igényli. De ne legyen igazam, de 22 tavaszáig lehet, hogy lesz még a mostani Indexen nagy interjú Orbán Viktorral. Ja, az lehet. Az elég önleleplező lenne, de lássuk majd.
Na, jön egy jó film végre mozikban, ugye már nagyon ki van az ember éhezve egy jó kálomista filmre. Hát figyelj, milyen rég volt nappal papíjon. És akkor az ember így szeretne megint. Na, de az nem volt jó. A nézőink értik az iróniát. Szóval, hogy itten van a filmnek az eszmeisége, vagy valami, nem tudom ez hogy lehet, a krédója. Ugye a összedi beszédnek van most az évfordulója, mármint a kiszivárgásának, meg az elmondásának is. És hát erre azt láttuk, hogy azért rendesen készült a kormány. Tulajdonképpen egy napig másról se volt szó, nem a kormány médiában, mint az őszödi beszéd, így úgy, amúgy is. Szerintem január óta másról sincs szó. Hát de most nagyon, de most ez a tegnap, na, ez ilyen felgeteges volt ilyen szempontból. Az biztos. És hát megérkezett a filmnek is az előzetese, amiből nem tudom, nektek mi derült ki, én nem akarok bántani egy filmet se az előzetes alapján, mert láttam már kiváló előzeteseket, amivel kiderült, hogy rossz, 30 másodperc volt élvezhető a filmből, de azt bele is gyúrták ebbe, és a maradék két óra az úgy trágya volt, ahogy. Meg hát láttuk olyat is, hogy nem volt annyira érdekes, kiderült, hogy baromi jó film, úgyhogy ez alapján nem tudunk ítélkezni. De azért ez már sokat mond, amit a kálomista Gábor nyilatkozott. Figyelj, nagyon jó. Arra vállalkoztunk, mint ami Amerikában, vagy Nyugat-Európában rendszeres a filmes kultúrában, játékfilmként feldolgozni egy történetet, amit úgy gondolunk, hogy érdemes elmesélni. Nehéz erre megszólalni, hogy mire gondolhatott a költő. Úgyhogy ahelyett, hogy ezt megfejteném, én mondjuk egy ilyen kósza elvetélt kísérletet tennék arra, hogy Fidesz közelből vagy távol közelből szedjük már össze az eddig elkészült Gyurcsány filmeket. A Pesti László megsebzett ünnep, az ugyan egy doku, de már elkészült. Nagyjából ezt fogja, tehát, hogy alig, ha nem itt is majd a nagy csata jelenetek fognak jönni. Elment az összöd, nem tudom, azt élő ember látta-e a vágószobán kívül. Van egy ilyen. Elment az összöd, igen. Ja, ez nem egy Dunai városban a kocsma, a Szeszkó. Elment igen. Az összöd. Igen. Vagy Bakta Lórántházán a víziszony, de most ilyenekbe nem menjünk bele. De ez szórakoztató. Tehát, hogy, és akkor most elkészül egy harmadik. Ja, ott van egyébként a komplett egykori Echo, Hír TV és Pesti TV adásmenete is gyakorlatilag egy teljes Gyurcsány film, tehát most már január óta egészen biztosan. Tehát, hogy mi az, amit most bevisszük a fiatalokat adott esetben egy moziba, oké, lesz szépen ne CGI. Ne adjunk tippeket a kötelező filmnézéshez. Nekem gyanús. De ez már rég el van döntve. Ez gyanús, hogy ez megnézős lesz. Ugyanúgy, mint ahogy engem annak idején a Sacra Coronára kivezényeltek, ugyanúgy most. Te ilyen fiatal vagy? Neked a Sacra Corona? Szomorú. Nekem tudod, mire kellett mennem? Az ember, aki lezáratta a Város című orosz dráma. Külszívben. Szovjet dráma. Hát ez ugye mennyire jobban jártál. Igen, igen. Tehát, hogy persze, tehát, hogy és akkor meglátja a fiatal ezt a filmet, mondjuk adott esetben, mondjuk ha ki tudják vezényelni, az nem jó, mert akkor még nem szavaz, mert akkor még nincs olyan életkorba. De tegyük fel, hogy mondjuk elmúlt 20 éves, nincs jobb dolga, elmegy a moziba, megnézi ezt a filmet, és azt mondja, hogy minden probléma ellenére az albérletem drága, nincs melóm, tényleg elment az összes haverom Angliába, de megnéztem, fú, azért ez a Gyurcsány, ez egy rohadék volt, 2x a Fideszre. Tehát, hogy azért a világ ennél bonyolultabb. Felmerül a kérdés, hogy mennyire lesz ez hatásos. Nyilván politikai céljai vannak. Tehát nyilván ugye nem... Hű, de szeretnék már végre játékfilmet rendezni, mert vége a pandémiának, és úristen, valami jó magyar film legyen a moziban, hanem ugye politikai okai vannak ennek, ez egyértelmű, nagy titkot nem árulunk el ezzel, de a kérdés az az, hogy mennyire lesz ez kontraproduktív, vagy adott esetben mennyire lehet hatásos. Hát hogy az is a történet. Az, aki ott volt 2006-ban, és az, aki megsérült ugye a rendőri túlkapások során, az ziher, hogy nem fog beülni a moziba, és még egyszer átélni ezt poszttraumatikus élményként. Bár nem tudom. Tudok mindenki nevében beszélni, és nem is akarok. De ő de valószínűleg nem is, hogy is mondjam, nem is biztos, hogy annyira az ellenzék. Milyen karikával fog ez menni? Sárga 12-es, 16-es? Nem, meg igazából... Elkurtuk. Meg a címe őszinte, igen. Jó, oké.
De egyébként mi ennek egyébként még a célja? Eszembe jutnak a 90-es években a Kabai Barnáéknak az a álmokfutása, amikor a Stohl Gesztes és még néhány felkapott színésszel ugye régi fekete-fehér 30-as években forgatott magyar vígjátékokat tettek át a 20. századba, vagy a ezredforduló idejére, és kellemetlen volt. Egyszerűen, tehát hogy nem értetted, hogy mi van. Itt mi lesz, itt lesz, mi lesz a szereposztás? Elvállalta ezt egyébként szerintetek olyan színész, akinek neve van a szakmában vajon? Nyilván ez akkor derül ki majd, amikor lesznek elrontott jelenetek. Most ez vicces lenne, hogyha Gyurcsány Hugh Grant játszana. Hát Gyurcsány szerette volna ezt, hogy őt Hugh Grant lát. Tényleg, lelőttem ezt a poént, nem követem rendesen. Gyurcsány mestert. Pendrive-ot kaptatok az előzetesen, mint magyar hang? Nem, hozzánk nem esett. Nem. Viszont hát annyira ne legyünk vakok és álszentek, tehát hogy azért Hollywood is úgy készíti általában a filmjeit, hogy legyen meg a politikai áthallás. Tehát ugye amikor elkészült a Lincolnos film, azért az nem véletlenül voltak Lincoln kontúrjai úgy meghúzva, meg ábrázolva a filmben, hogy abból messziről hunyorítva Obamát belelássad. És Spielberg sem véletlenül csinálta meg a Washington Postos sztoriát filmen, akkor amikor minden a médiában a fake news körül zajlott. Tehát, hogy megvan Amerikában is az, hogy a politikai akaratot egy kicsit azért tegyük bele. Oké, de lesz, de bocsánat, de a kálomista által hivatkozott filmes példák azok megvannak akár Európában, vagy bárhol máshol? Vannak? Vagy nem csak tudom, nem figyeltem? Csak azt akartam ebből kihozni, hogy ott viszont nem tűnik ennyire nyomottnak, és ennyire erőszakosan tortnak, hogy kampány van, azért is meg kell csinálni, azért is, és tényleg ennyire direktben, mert egyébként oké, 15 év, ez történelminek nem mondható, de politikától már mindenképpen elemelhető, meg egyébként miért ne, szülessen belőle film. Tehát ez tényleg egyébként egy olyan látványos, fordulatokkal, ármánykodással, csalással. Hát csak mondjuk azt kéne az igazság például, nem? Hogy mi történt, az mondjuk nem ártana. Az például sokkal lelkesebben elolvastam volna erről a történetről, egy végtelenül száraz, szóról-szóra leírt bírósági tárgyalás jegyzőkönyvet. Mennyire szórakoztató lett volna, amikor Gyurcsány Ferencet odaállítják a bíróság elé, ahogy azt a Fidesz megígérte egyébként. Nem is egyszer, hogy majd így meg úgy elszámoltatás lesz. És mondjuk ezekről az eseményekről. Mert tudom, hogy ez baromira megosztó, és akkor van az egyik fele a társadalomnak, aki azt mondja, hogy mert a rendőrökkel szembeni túlkapások, meg az előzmények, és hogy igen, az is mind ott volt valóban ebbe a történetbe. Csak hogy ezt ne felejtsük el, hogy azért ezen a bizonyos napon, az 50. évfordulón levetették a... Valaki azt mondta a rendőröknek, hogy az ellenőrző számot hopsz, és szabad a izé. És valahogy a sisak hátulján sem. És azt se felejtsük el, hogy kvázi rögtönítőre bíróságokként működtek a bíróságok azon a pár napban utána. Meg hogy térdepeltették a szerencsétleneket, meg hogy a rádióudvarán, meg hogy vitték el az élő Anita kolléganőm, akkor nagyon keményen elkezdett dolgozni azon, hogy legalább próbált segíteni olyanoknak, hogy azt se tudták, hogy hol van a gyerek. Szó szerint ilyen hülye történetek voltak a hülyét idézőjelben, hogy levitte a szemetet, pont ott volt egy ilyen összecsapás, állt a belvárosi izébe, papucsba, meg melegítőbe, a szemetes vödörrel, és nézte, hogy mi történik, ott a rendőrök üldözik a izéket, és hát akkor a rendőrök már, ott már tényleg lement a függöny, tehát láttuk a felvételeket, hogy mik történtek. Átment rajta egy rendőr alakulat, már úgy értem, hogy püf-paf, őt is, aztán vitték magukkal, puf be a izébe, rádióudvar, onnan a bíróságra, és akkor azt mondta két rendőr, azt se tudták, hogy ki. Igen, ő támadt ránk a barikádon, kész. Tehát, hogy alig tudták kihozni, alig tudta utána járni a kolléganőm, hogy egyáltalán hol van ez a szerencsétlen gyerek. És ezek tehát, után... és azért ez Európa volt már akkor is, tehát hogy azért ne felejtsük el, tehát hogy és tehát ez a része is megvan. Csak közben meg ez a... És ezek után koncentráltan látod azt egyébként a kormánytagoktól, tehát a Hollik Pistától kezdve az utolsó segédállamtitkáron át, hogy fizetett hirdetésbe megy a gyurcsányozás, és hogy hát, hogy de meg akkor ti mit csináltatok, és ha izé, és ha izé, és ha izé, és valahogy eszébe nem jut senki. De tényleg ennyire ki lehet lúgozni egyébként az emlékezetet, hogy bocsánat, 2009-2010-ben ők, a fiúk, azt ígérték, hogy akkor itt lesz egy elszámoltatás. Azt mondom, abszolút. Pontosan. Nagyon és ez gyakorlatilag Facebook komment vitákban erre egyébként a fideszesek részéről sem tudnak mit mondani. Általában fagyás, és hát ugye később pedig
letiltás jár. Ezért, hogyha valaki ezt ugye belemeri dörgölni egy vita partnernek az arcába, hogy te ne haragudj, akkor ha már ennyire emlegettétek, neki már egy közélettől visszavonult embernek kéne lennie elviekben, akit elszámoltattak és esetleg leülte mondjuk a büntetését, vagy lejárt a felfüggés, stb. És hát neki kanyarba nem kéne lennie. Hát igen, ha, az általad hiányolt szikár bírósági jegyzőkönyv mellé, én azért még hiányolom azokat, ha most nem mondom az összedi jelzőt, amit Gyurcsány illet, hogy milyen könyveket fog majd írni a modern magyar baloldalról, hogyha ő már nem kell. Ezek nem születtek meg, és ő még mindig itt van a politikában. Mert kell! Hát hogy kell? Hát ez az, ez a nagyon álságos a Fideszben, hogy ugye mindig mondták, hogy a lottó ötös, hogy összegyurcsányoz, hát akkor lottó ötös. Itt a főnyeremény, tessék örülni és beváltani. Ezt a Lesszel számoltatást egyébként így bele lehetne lassan rakni a magyar címerbe is, nem? Hát ott alulra így le, soha semmi. Volt már valaki is itt egyáltalán emlékeztek a Budai nevű emberre, akinek ez volt a feladata? Sajnos igen. Mit csinált ő? Ki tudott-e? Milyen ügyet tudott? Semmit. Az égvilágon semmit, egyet sem. Csak azért jut eszembe, mert most megint ez a program valahol. Hát időnként így felbukkan a Facebookon, egy kicsit keménykedik, mint a szabolcsi Joe Pesci, és aztán eltűnik megint. Hmm. Tehát így egy ennyi. Tehát így. Békés tehát. Megyében született, de Szabolcs megyében indult választáson. Ez neveztem így. Hogy akkor itt az új Magyar Hang páros interjúval? Szerintem nagyon érdekes. Olyan dolgok vannak benne, amik így elgondolkodtatják az embert. Aztán, igen. Te hol jártál, Ádám? Én Visen jártam, majdnem nálatok, majdnem Zemplén, ez még csak Bodrog köz. Egy nagyon jó kezdeményezésről írtunk, és egyébként még nagyon sok úgymond post-covid cikkünk van. Tehát, hogy ugye ahogy van post-covid egészségügy, úgy van post-covid oktatás, van post-covid psziché, és ezeket a témákat járjuk körbe, illetve még több publicisztikában még a Karikó Katalinnak a ügynök ügyét, vagy hát nem ügynök, beszervezési ügyét járjuk körbe. Milyen a Bodrog köz? Én nagyon rég nem voltam be, valami őszintén. Hát most milyen? Egy vallomással tartozom. Nem eltévedtünk, hanem egyszerűen a GPS úgy vitt minket, hogy a kompon szeretett volna keresztül vinni. És ezzel csak az a probléma, hogy este 3:45-12-re értünk oda a Tiszához, amikor már nincs komp, de amúgy se lett volna, mert olyan magas volt a vízszint. Figyelj, Budapesten ezért, DKV hajók se lesznek ide. Persze, de ezért 70 kilométert kellett körbe mennünk, tök sötétben, borzasztó minőségi utakon. És egyébként ez a Vis nevű település, ez egy nagyon, nagyon klassz falu, egy nagyon szép falu. És ezzel együtt, vagy pont ezzel a kis kanyargóval, mert ez egyébként a mindennapjaikat nagyon keményen megkeseríti, hogy nincs meg ez a híd, tudom. Az átjárás. Rohamosan fogy. Tehát én őszintén megdöbbentem, mikor a polgármester mondta azt, hogy Sáros Patak ma egy 10 000 körüli város. Igen, igen. Tehát, hát figyelj, Sátora jó hely is, igen. 13 000 körül van, és ugye 20 000 volt a rendszerváltás. Igen, én gyerekként nem sokkal a rendszerváltás után voltam Sáros Patakon, és nekem az egy ilyen pezsgőt, tudod, Rákóczi vár, tehát ott nem messze laktunk, tehát tényleg egy ilyen nagyon polgári, ilyen gesztenyefás kisváros hangulata volt. És mikor így megtudtam, hogy nem sokkal többen élnek benne ott, mint mondjuk most Tökölön, akkor azért úgy egy kicsit visszaököltem. És a polgármester említette, hogy most Sárospatak, illetve a Bodrog közi településeken összesen élnek annyian, mint a rendszerváltás környékén éltek, csak Sárospatak. Aha, tehát azért én ezt látom, ez durva. Oda Bodrog közben rég voltam, de akkor most elmegyek arra fel, amár neked nem sikerült. Egyébként ott tényleg az, hogyha bemész a Bodrog zugba, és megállsz ott a Csücsökbe, akkor Tokaj már olyan, mintha majdnem kézzel meg tudnád érinteni a tévétornyot, de nem tudsz oda menni, hanem a világot meg kell kerülni, hogy ezt a pár kilométert megtett. Ami nagyon szíven ütött, amikor így mindig mondják, hogy hát van munka, csak oda kell menni, ugye ez az állandó narratíva. És mondták, hogy persze, kétség kívül, de a 24 kilométeres táv, tehát Visről Sárospatakra, az 20 000 forint a munkásbérlet egy hónapra. Úgyhogy ezt azért úgy annyira nem kultiválják az emberek, mert olyan sokat nem keresnek, hogy ezt a 20 000-et csak úgy le lehessen dobni ebből a fiúból. És gondolom a munkáltatók sem. És a munkáltató sem feltétlenül gondolja, úgyhogy ezt kafetériába. Úgyhogy mondta a polgármester, hogy hát persze, úgyhogy a falusi csokk az náluk úgy néz ki, hogy ha visi ember fölvesz falusi csokkot, az hódziher, hogy ezt egy másik településre fog vele költözni. Ha, remek. Tehát nem a településbe.
megy majd vele. Viszont keretes szerkezetű lett a műsor, észre se vetted, mert az elején mondtad azt, hogy az eBay-ről rendelte, de a Wish-ről jött. Szó vicc, de megbocsátom neked. Nem bocsátom meg. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és köszi, hogy jöttetek beszélni. Köszönjük. Viszontlátásra. Viszlát.